Egész életemben küzdöttem azért, hogy szép legyen, amit csinálok. Ha nem más, feldíszítettem paradicsommal, sajttal, egy tükörtojással egy tányért. Imádok dizájnkodni. Van zeném is, ami a dizájn. És fél éves voltam, majdnem 6 éves, amikor elkezdődött a háború, és én első elemista. Úgyhogy időnként repültek fölöttünk, szirénázás, stb. Stb. De az édesanyám nem engedte be a gyűlöletet, nem engedte be a szenvedést a házba, pedig láttuk a saját szemünkkel, a mi utcánkban is a repülőgépről megöltek embereket. Az anyám mindenképpen ragaszkodott, muszáj zenét tanulni. A Marosvásárhelyi Kultúrpalotában a jobboldali márvány lépcső feljárónak a tetején Liszt vitrója van. És én 6 évesen a kottát itt tartva mentem föl a márvány, fehér márvány lépcsőkön. Nekem úgy tűnt, hogy az egyiptomi piramison megyek fölfele, és Liszt nézett rám jóságosan, de nagyon szigorúan, minden alkalommal. És azt mondta, ma se gyakoroltál eleget. Nem szereted a zongorát. És mondta, igen, Liszt bácsi, nem szeretem. Nem szeretem a zongorát. És mindig bűntudatom volt. A zeneszerzésre egy apróság vezetett rá, hogy ettől a pillanattól kezdve nekem valamit kell csinálni. Egy nyitott ablak előtt haladtam el Marosvásárhelyen, a központ melletti egyik kis utcába, és valaki bent zongorázott egy darabot. Földbe gyökerezett a lábam, és én bementem, bekopogtam, ami Marosvásárhelyen iszonyatos dolog, ismeretlenül bekopogni, esetleg ha koldulok, úgy is néztek rám. És kérdezték, hogy mit akar, mit hajt. Mondtam, hogy semmi mást, csak meg szeretném tudni, hogy az a zongora darab, amit játszott valaki, az mi. És akkor azt mondta nekem az a valaki, egy idős hölgy, ez egy Bartók darab, magának ehhez nincs semmi köze. És mondtam, van. El akarom kérni a kottát. És le akarom másolni, mert én ilyet nem hallottam. Tulajdonképpen én ajándékozni akartam önöknek valamit, hogy addig, amíg velem voltak, hogy lássák szépnek a világot. Hogy lássák azt, hogy jó élni. Mert én is így hiszem. Ezt a hitet akartam önöknek sugározni. A magam kicsi tehetségével és módján, őszintén mondom, hogy együtt lássuk szépnek a világot. Azt hiszem, a zenehallgatásnak a titka ez, hogy együtt hallgatunk egy zenét, és mindenki a maga módján, a maga ügyeivel foglalkozva, ügyes-bajos dolgaival, közben a zene szépségére is figyelve, azt mondja, milyen jó boldognak lenni. Mert végeredményben a zenének ez a célja, meg vagyok győződve, bármilyen legyen, a legdurvább, a legdiszonánsabb is, boldogságot akar sugározni. Egy diszonáns zene azt akarja sugározni, légy boldog energetikailag. Mondjuk például a Bartók zene, Stravinsky. A Brahms zenéje, légy boldog érzelmileg. A Beethoven zenéje, légy boldog, hogy ember vagy, és hogy küzdhetsz, és hogy győzni fogsz, mert biztos győzni fogsz. És mindenki hangverseny után figyelem, mindenki azzal megy haza, hős vagyok.